mozgott. C. Kopunovics pörget így pálink helyzetben, mekkora kapufát lőtt. Albert. Kopunovicstól visszakapja, jó a csel, Albert. Most Kopunovics, tiszta helyzet, gól! Enyhe mezőnyfölénybe játszott a Fradi, ezt a kapufa is jelezte. Albert és Kopunovics labdázgatása után végül a szerb csatár lőtt a valasosaróba. 1-0 a Ferencvárosnak. Reskó. Mint a vízilabdát látnánk. Jeremejev. Ellövi, és Seller ért oda. Csehi. Rumán tör ki. Rumán tiszta helyzetben, és hosszantolja meg, és így lehet jó Reskónak. Nem talál utat a lövés, újabb lövés, és ez sem megy be. 32. perc, Jeremejev. De sokan jöttek, és mellé fejelte a végén Reskó. 54. perc, Jeremejev. És Seiler tornázott szépen. C. Zavacki középre. Ho-ho. 'Bubcsó. Lehota. Jól veszi észre Rumánt. Lépés előnyben. Rumán még. És benn is van. 'Bubcsó hibája után Lehota gyönyörűen hozta a helyzetbe Rumánt, aki a tehetetlen Seiler mellett a bal alsó sarkot választotta. Így megérdemelten egyenlített a Stadler. Keller. C. Molnár csap le a labdára. Lehota. A félidő közepénél járunk, Lehota. Egy maga indul. A bíró tovább engedi, nagyon helyesen Lehota már a 16-oson belül. És elrúgta. Középen ketten várták az átadást. És Márton Sándor játékvezető. Nem fújta le a mérkőzés, 4 perc van hátra hivatalosan. Berohannak a szurkolók, kabaréba illő jelenetek. Márta játékvezető konzekvens volt, és tovább vezeti az utolsó 4 percet, tehát Makricki szabadrugásával teljesen más mezegben, de folytatódik a játék. Tiszta fehérben, a Stadler kölcsönszerelésében a Ferencváros.